Harmadik születésnapját ünnepli a Laborkafé, úgyhogy boldog szülinapot, Fekete Éva a vendégünk, hogy ennek a projektnek, az egész ötletnek a megálmodója tulajdonképpen. Én nem régiben éppen vért adtam a Laborkaféban, és hát aki ismeri ezt a helyet, az már a szívébe zárta, mert tudja, hogy rengeteg jó dolog van, jó emberek vannak ott, és hát tényleg formabontó az, hogy gyakorlatilag nincs kassa, mindenki egy ilyen adomány ládikába helyezi be a pénzt, és lehet vinni kávét, teát és mindenféle. De ez csak ugye a külsőség, tehát ez csak a kávézó része, de maga a szíve, a motorja ennek a történetnek egészen más. Amikor elkezdted ezt, vagy kitaláltad, akkor számítottál arra, hogy ez megél 3 évet? Nagyon reménykedtem benne. Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a felvezetést, és azt is, hogy vért adtál, hiszen ilyen ügyek kulisszájaként álmodtam meg amúgy 3 évvel ezelőtt, illetve 4 évvel ezelőtt a Laborkafét. Az volt a cél, hogy ennyi idő alatt mindenki számára közérthető legyen az, hogy a közösségi együttműködés az egész társadalomnak a motorja, a helyi közösségi összefogás pedig a saját túlélésünknek az áloga, és ez most egy kicsit túlzóan hangozhat, de valójában még nem tapasztaltuk meg azt a krízist mondjuk, amikor tényleg az kell, hogy a közösség összefogjon. Ez egy gyakorlati terep erre, hogy ne várjuk meg, amíg nagyobb baj történik, hanem szokjunk össze, csiszolódjunk össze, és tanuljunk meg, hogy hogyan lehet ügyek mentén együttműködni, és hát az elmúlt 3 évben a nyíregyházi közösség egészen jól vizsgázott, úgyhogy amikor én erre 4 évvel ezelőtt olyan kis ködös álomként gondoltam, akkor párszor, pláne amikor az idősebb generációval megosztottam ezt az ötletet, akkor fogták a fejüket, hogy azért ennyire ne legyek már idealista. És mostanra ez bebizonyosodott, és mostanra már tudom, hogy valójában a társadalmi gazdaság maga az, ami a laborban működik, a közösségi gazdaság maga, ahol ugyan vannak elemek, amiket forintokban lehet mérni, de összességében egy alternatív valuta, a közösségnek az ereje az, ami a labort mozgatja. Gyakorlatilag ugye, ahogy mondtad, ez olyan, mint egy olvasztó tégely, van egy ilyen közös eszme, és onnantól kezdve, hogy milyen a nemed, a bőrszíned, a politikai, vallási és egyéb hovatartozásod, az valahol úgy veszem észre, hogy itt valami olyan kellemesen szétfolydogál, hogy ez nem okoz konfliktust. Igen, igen. Igaziból felülemelkedik ezeken a dolgokon, tehát nem folyik el, hanem másba csatornázódik be, igaziból én így szoktam mondani. Nagyon sok nagyobb volumenű ügyetek volt már eddig. Mik azok, amik mondjuk akár országos elismerésben is részesültek, vagy tényleg sok emberhez eljutott, vagy te személyesen mit éltél meg a legsikeresebb projektnek mondjuk a 3 év alatt? Hát van több olyan kedvencem, ami mondjuk nem szólt olyan nagyot, de az én szívemet nagyon megmelengette. Ez ilyen volt a költészetnapi 24 órás verselés, ami egyszerűen egy nagyon-nagyon felemelő élmény volt megtapasztalni, hogy az utcáról bejön valaki, és azt mondja, hogy nem tudom, hogy jó helyen járok-e, verset szeretnék mondani. Tehát, hogy ezt úgy nem minden nap éli meg az ember ezt az élmény, de nagyon-nagyon felemelő volt reggel 7-kor munka előtt szendvicset készíteni az utcán élő embereknek, a -23 fokban vadidegen emberekkel, azokból az alapanyagokból, amit a helyi közösség adott össze, nagyon-nagyon felemelő élmény átadni a tanszercsomagot, immáron 3. éve, szeptemberben a rászorulóknak, szóval nagyon-nagyon sok olyan pillanat van, ami ki lehetne fejezni számokban, de nem arról szól elsősorban, és hát akkor még nem beszéltem a rengeteg kulturális eseményről, ami úgy alakul, hogy bekopogtatnak az előadók mondjuk, hogy szeretnének nekünk segíteni azzal, hogy tartanak egy koncertet, vagy egy felolvasást. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a szlogen, ami
3 évvel ezelőtt megfogalmazódott, mikor ilyen egyszerűen össze akartam foglalni egy hívó szót, akkor így fogalmaztam meg, hogy vedd ki belőle a részet, tedd hozzá magadét, ez átment a helyi közösségbe, tehát hogy most már mindenki érti, hogy itt azt várjuk, hogy ő kezdjen el gondolkodni, hogy ő mit tud hozzátenni, és hogyan tudja kivenni a részét abból, hogy ez fennmaradhasson, és hogy tovább fejlődjön. Az biztos, hogy a te agytekervényeid azok folyamatosan ilyen izzásban vannak, és állandóan agyalsz, hogy mi az, ami... És mi mondjuk, akik a közösségi oldalról, vagy akár ott helyben értesülünk róla, rájövünk, hogy hoppá, ez tényleg milyen jó ötlet, és akkor hozzá lehet tenni azt, amink van. Legutóbb volt például ez a bögre bumeráng felhívás. Igen. Milyen eredménnyel zártátok a... Hát odáig nagyon, nagyon nagy sikerrel eljutottunk, hogy óriási országos visszhangja volt ennek. Nagyon nagyot, ez a divatos kifejezésen nagyot ment a Facebookon. De valójában a társadalmi üzenet is nagyon jól sikerült elültetni a fejekben. A gyakorlatban még annyiban nem sikerült átültetni, hogy odáig már eljutottunk, hogy rengeteg bögrénk van, de még mindig rá kell tukmálni az emberekre, hogy amikor elvinni szeretnének egy kávét mondjuk a munkába, akkor ne a műanyagot követeljék rajtunk, hanem akkor tessék választani a 7 milliárd bögréből, amivel most már rendelkezünk, de tényleg köbméternyi mennyiségben van, úgyhogy hogy ezúttal is megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy amikor valaki hozzánk csak egy villanásra bejönne, akkor is nézzen körül a bögrék között, és vigye azt magával, és majd egyszer visszahozza legalább egy alibi arra, hogy megint vissza kelljen jönni hozzánk. Talán ez az, amit mi nehezen tudunk megemészteni, hogy hozni is lehet, meg elvinni is, valahogy ez nincs benne szerintem a mi sejtjeinkben, mert megszoktuk, hogy minden csak olyan formálisan működhet, de hát remélem, hogy egyre többen. Én azt tapasztalom, hogy sokan, ha valamilyen baráti összejövetelt akarnak, vagy találkozni több ember szeretne, és kicsi a lakás, akkor is megkeresnek már akár hívó kérésekkel is. Nos, ha már ugye ott tartottunk, hogy te folyamatosan gondolkodsz, akkor valamit árulj el a jövőről, mire készültök? Több lábon áll a labor olyan értelemben, hogy az, mint egy oktatási és szemléletformáló kezdeményezés, ez több irányvonalat is vett, és most a szeptember az arról szól, hogy ezeket az irányvonalakat kifejezzük rendezvények formájában is, úgyhogy most legfontosabbnak, amit mindenképpen ki szeretnék emelni, a közösségi szolgálatnak egy nagyon jó, illetve több nagyon jó vonulatát szeretném megemlíteni, amihez lehet csatlakozni, ugyanis például ez a bögre bumeráng is egy általam zöld jövő őrnek nevezett kezdeményezés, amihez várok közösségi szolgálatos fiatalokat, akik szeretnének valamit így konkrétan a közösségi szolgálat keretében a saját zöld jövőjükért tenni. Úgyhogy ez az egyik vonal, illetve a tudatos jövőtervezés, amiben már a nyár folyamán teszteltünk egy képzési modult nagyon nagy sikerrel. Ehhez is lehet csatlakozni, és hát egy új lába a labornak a kitelepülő szárnya, a közösségi összefogás eredményeként most már van egy jó kis kitelepülő szettünk, amivel el tudjuk azt érni, hogy ne csak azt találkozzon velünk, aki a belvárosban megfordul, hanem mi oda megyünk, ahol jó sokan összegyűlnek, úgyhogy többek között megyünk a Denevér Egyesületnek a szombati minimotoros találkozójára, ami a legkisebbeknek szóló kincskereső program, megyünk az Állatbarát Alapítványnak a rendezvényre, úgyhogy terveink szerint elég sok helyen fel fogunk most már bukkanni városszerte, de hát egy helyen biztos, hogy ott vagyunk, az pedig a belváros, a Szarvas utca. Nos, hát akkor köszönjük szépen, és Isten éltessen benneteket. Köszönjük szépen. Kedves nézők, mi híradóval folytatjuk, utána pedig várjuk Önöket vissza ide a Weekendbe.